minden sportnak van nevelő hatása, főleg a gyerekekre. A mai világban ugye a gyerekek nem a számítógép előtt ülnek, hanem elmennek és sportolnak, és az egyéni sportoknál az a jó, hogy ott saját magáért harcol, és az ő általa elért munkának a gyümölcsét fogja ő learatni. De a csapatsportban, mint a kézilabdában is, minden sokkal jobban felgyorsul, és a gyerekek láthatják azt, hogy itt nem csak saját magáért, hanem a csapatért teszi ki a lelkét. Kézilabda, ugye általában csak arról beszélnek az emberek, hogy ez csak egy sport, meg versenysport, de nagyon-nagyon sok helyen, ha megnézed, egyre több helyen, vidéken, igazából nem erre a nagy versenysportra lehet számítani, hanem mint közösségi formáló erő és óriási hatással van, főleg amikor amatőr sportról beszélünk. Egy nagyon jó közösség formáló, itt ez újkigyorsú hagyománya is van ennek a kézilabdának. Skalicki László ugye még mindig a napjainkig NB1-es edző, ő volt jelenleg a válogatottnak a legtovább az élén, 6 évet, azt hiszem, vagy 7-et, 6-ot volt. Laci, és sikerült még én nekem, hál' Istennek, vele játszanom, engem ő fedezett föl úgymond anno negyedikes koromban. Ez egy óriási élmény is volt, azóta is tartjuk a barátságot. Hát visszatérve a kérdésedre, ha megnézed, hogy beszélünk arról, hogy közösségformáló, ezt tudnám példának hozni az Újkigyorsi megye egyes csapatnak a tevékenységét, akinek sikerült másfél évig edzőjének lennem. Az a másfél év, az én ott kezdtem el velük dolgozni, mint edző, a pályafutásomat, amikor befejeztem. Azaz tanulságos lesz mindenkinek, szerintem nekem is, nekik is, hogy lehet úgy is sportot csinálni, hogy ők végül is munka mellett, sőt, abszolút munka mellett tagdíjat fizetnek, van egy egyesületük, amit saját magat alakították. De ha megnézzük, tavaly elértünk egy harmadik helyezetet, ami ugyanazt jelenti, hogy ők egymásért jöttek. Tehát nem azért jöttek, hogy az az elsőszleges, hogy sportoljanak, hogy ne otthon üljenek, sportoljanak, de viszont egy nagyon jó baráti társaság. Tehát, hogyha ezt valaki ismeri, ennek a kis klubnak az életét, az meg tudja mondani, hogy ez egy óriási baráti társaság. De ugyanezt lehetne mondani az MB2-ről, aki ugyanúgy nem kap egy fillér pénzt se, ugyanúgy jönnek munka után, minden után, és egymásért. Sőt, mint hogy most már úgy néz ki, hogy nagyon-nagyon össze tudnak kovácsolódni ők is, egy komoly kis csapat jön náluk is össze, úgy néz ki. Nekem az a tapasztalatom, hogy a kicsi gyerekek nagyon-nagyon szeretik, ez egy élmény számukra, amikor felhúzzák először a mezt, amin szám van, ugye keresik, hogy kinek melyik szám legyen az övé, aztán ez kialakul. Most éppen 10 évesekkel fogok menni majd, akik először játszanak majd csarnokba, új helyen, nem a megszokott helyen, ahol ők edzeni szoktak, hanem egy teljesen új környezetbe. És ugye meg kell nekik szokni azt is, hogy ki vannak egy picit szakítva a saját környezetükből. Ezáltal kinyílik a világ előttük, érdeklődőbbek lesznek, és azt gondolom, hogy a sport az erre is meg tudja őket tanítani. Azon kívül a kudarcoknak és a sikereknek a feldolgozása is egy nagyon fontos szempont ugye a sport szemléletében, mert nem csak a kudarcot kell, hogy feldolgozza, hanem a sikert is. Hát a kudarc, azt tudjuk mi ugye, hogy a csapat kikap, és akkor azt hogyan dolgozza föl, akár az edző, akár pedig a csapat közössége. Egyénileg a játékosoknak azt gondolom, hogy magukba kell nézniük, tehát mit rontottam el az adott mérkőzés során, de a sikert is tudni kell feldolgozni, hogy nehogy nagyon elszálljon a ló, mert azt gondolja magáról egy játékos, vagy egy egész csapat, hogy ők a legjobbak, akkor aztán jönnek a pofonok, és ugye mindig többre és többre kell törekedni, ez pedig a sikernek a feldolgozása, ugye, hogy nem elégszünk meg magunkkal, hanem megyünk tovább a
ránk kimért úton, és akkor rengeteg munkával fel tudjuk ugye tornázni magunkat, és ezáltal a csapatunkat egy magasabb cél érdekében, vagy egy magasabb szintre. Ezeknek a kis emberkéknek, akik ide lejönnek, heti kétszer edzeni, próbálod megtanítani azokat a dolgokat, hogy milyen az, hogy elmegyünk és játszunk egy másik csapattal. Ugye ők nem nagyon játszottak, meg most ismerkednek a kézilabda alapjaival. Ezek a egyesületek, a Békés, tudnám itt kiemelni, a Békés kölcsönadja a játékosait a Köröstalcsának. Ezekkel föl tudod venni egy darabig a versenyt, amíg szerencsétlenek azt mondják, hogy hát ezek nagyon jók, meg atya úristen, ezek nagyon jók, de hát ők heti ötöt edzenek, nem kettőt, és ugye nekünk most félpályánk volt, mert itt volt az OSB, nekik heti ötször egész pályájuk van, és ami egy óriási előny számukra, hogy felvásárolhatják, úgymond a játékosokat beiskolázzák 8. után, és építgetik. Tehát ez valahol nagyon jó, mert az utánpótlásban ez kell. De ugye nekünk ez meg megint visszatérve, hogy a közösségi szellemet, meg ugye ők kikaptunk 30 góllal, akármennyivel, de mégis úgy fogták föl, tehát ők oftoltak, és akkor egymást vigasztalták, hogy hát majd jobbak leszünk, és ez megint az, hogy nem estek egymásnak, nem mondták azt, hogy most miért jöttem el, miért csináltam azt, hanem próbáltak egymással beszélgetni, egymást vigasztalták, hogy hol lesz. És ez egy óriási dolog, hogyha ezt megnézed, hogy ezt át tudják vinni, csak mert nem biztos, hogy játékos lesz mind a 12 emberből, például aki itt volt, vagy 13-ban. De ha már 2-3 kinevelődik megint ebből az egyesületből, és elviszik majd egy olyan helyre, ahol akkor megint azt mondjuk, hogy csináltunk valami jót. Meg ők, én azt mondom, hogy ezzel nagyon-nagyon sokat kapnak a kézilabdától is, ugye beleölik az idejüket, de viszont nem a számítógép előtt ülnek, hanem lejönnek ide mozogni, megpróbálunk minél többet ügyesíteni rajtuk, úgymond, idézőjelbe, kinek jobban, kinek rosszabbul sikerül, de én azt mondom, hogy ezt csinálni kell, és ez már egy öröm, hogy nem a számítógép előtt ülnek, hanem lejönnek mozogni, és jönnek meccsre, és egymásért vannak. Ugye a gyermekek, azok elkezdenek sportolni, úgy kezdik el a kézilabdát nálunk, hogy adott a lehetőség, és akkor ugye megtetszik neki. Először jön az egyik, a másik, utána jön a harmadik is, mert itt van már a barátnője, vagy adott esetben a barátja, és tetszik az, hogy ő kézilabdázhat, és akkor jön a többi, hozza magával a többi. Ugyanígy megy aztán esetleg a lemorzsolódás, amikor ugye az egyik abba hagyja, és aztán a másik is megy utána, mert azt gondolja, hogy nincs itt a barátom, megyünk majd együtt, akkor inkább biciklizünk, és nem ide jövünk a sportpályára. Szerencsére ez azért elég ritkán szokott előfordulni, de benne van ez is a számításainkban, ugye amikor elkezdünk utánpótlás neveléssel foglalkozni, elkezdünk egy korosztállyal foglalkozni, hogy melyik az a játékos, vagy melyik az a néhány játékos, aki majd a felnőtt korosztályig el fog menetelni, és megmarad a sportnál. Egy egész más megközelítésben lehet velük dolgozni, mert ugye már a felnőttnek, aki úgy jön oda edzésre, hogy pont dolgozik, mert ugye nem profi, fáradt, nem tudod, hogy szóljál hozzá, nem tudod, hogy mit mondjál, meg ugye egy felnőtt embert már nem tudsz tanítani semmire, mert ugye neki megvannak a berögzött dolgai, amit lehet, hogy egy edző kollega nem tanított meg vele éppen, vagy rosszul tanított meg vele. Ezek a kisgyerekeknek meg, tehát napról napra, hétről hétre, 4 hete vettem át ezeket a gyerekeket, nem a magam munkáját akarom dicsérni, de lehet látni rajtuk, hogy figyellek minden mozdulatodat, minden kéréseret megpróbálják, még ha nem is tudja, de megpróbálja teljesíteni, és ez egy óriási dolog. Tehát amit visszakapsz tőlük, ez nagyon-nagyon nagy dolog. Most van egy felmenő generáció, akik még ilyen 15 és 18 év között vannak, és ugye ez nagyon érdekes dolog, hogy hogyan tudnak beépülni egy olyan csapatba, ahol rutinos, 30 éves játékosok vannak, és hogyan fogadják el a felnőtt játékosoktól a tanácsokat, a kritikákat adott esetben. Teljesen jól működik ez, tehát a felnőtt játékosok segítik a kisebbeket, a fiatalabbakat,
És a fiataloktól is van egyébként mit tanulni, mert ők meg, nekik még benne van az a kicsit vagányabb, kicsit szertelenebb játékuk, és ők nem fognak azon görcsölni, hogy most például előjem-e azt a helyzetet, vagy nem. Ugye a rutinos játékosok már sokszor túl misztifikálják a mérkőzést, és tehát egymástól nagyon sokat tanulnak a fiatalok, az idősebbek. Tulajdonképpen ez nagyon jó közösségformáló hatással van mindenkire, az edzőre, a játékosokra. Jó a kapcsolat a szurkolókkal, megállítják az embert lépten-nyomon a lakóhelyén, hogy dicsérjék, hogy gratuláljanak, hogy biztassák, hogyha a csapat ugye nem a megfelelő elért eredményt érte el, hanem éppen botlott egyet. És itt ezen a településen, de azt gondolom, hogy a nagyobb városokban és a közösségek örülhetnek, hogy ha a sport közelébe kerülnek, mert én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó dolog. Szeptemberben volt 6 éve, hogy elkezdtem kézilabdázni, és egyelőre úgy tervezem, hogy nem akarom abba hagyni. Én a kézilabdában azt szeretem, hogy például amikor hazajövök iskolából egy stresszes nap után, teljesen jól tudom vezetni itt az idegeket, tudok találkozni a haverokkal, jókat röhögünk, és hát szerintem nem biztos, hogy ebből fogok megélni, de így hobbi szinten szeretném folytatni ezt a sportot. Szerintem ez a csapat főként olyan, mint egy kis család, úgymond, mert hétvégén eljárunk együtt bulizni, jókat röhögünk, csinálunk házi bulikat, és jól érezzük magunkat. Ugye az én családomban nagy múltja van a kézilabdának, anyukám miatt kezdtem el, ő nagyon sokáig űzte ezt a sportot. Szeretném továbbvinni a hagyományokat, amiket anyukám lerakott a családba. Első korom óta kézilabdázom, főleg azért szeretem a kézilabdát, mert szerintem nagyon jó kis csapatunk van, elég jól helytállunk a bajnokságokban is. A kézilabdával azt szeretném elérni, hogy ha úgy hozza a sors, akkor itt úgy kigyósan a MB2-ben szeretnék bal szélen játszani, mivel az a sportom. Szerint nekem a legkedvesebb posztom a bal szél, mert nagyon okosnak kell lenni bal szélen, indulni kell, sokat kell futni. Szász Andrásnak hívnak, újkígyóson játszok, beálló poszton. Szerintem a kézilabda az egy nagyon jó sport. A mi csapatunk az olyan, mint egy kis család, jó a csapategység, jók a csapattársak. Elsős korom volt a kézilabdázok, 7 éve. A kézilabda az már az életem része, és már reggel, mikor fölkelek, már nagyon várom, hogy eljöjjön az a délután 17:30 és jöhessek edzeni. Szeretnék fejlődni, és idő múltával a újkígyós MB2-es csapatába játszani.